60 város önkormányzat a kiemelten fontosnak tartja a 60-i gazdaság fejlődését, ezen keresztül pedig a városban és a környezetében letelepedett vállalkozások számának növekedését. Ennek egyik fontos eleme, hogy a város jó kapcsolatot építsen, és minél több szállal kötődjön a helyi vállalkozásokhoz. Ezen kapcsolatok erősítését szolgálja a Heves megyei kereskedelmi és iparkamarával létrejövő együttműködési megállapodás is. A szakképzési irányszámok, az, hogy a mi szakképző intézeteink, iskoláink, középiskoláink, azok jó lehetőséget kapjanak, együtt szeretnénk működni ebben a témában az iparkamarával, úgy gondolom, hogy nagyon fontos. A Város Kardinális Szakképzési Intézete a Damjanich János Szakközép és Szakiskola, ami fontos eleme a helyi vállalkozások és cégek szakmai utánpótlásának, tette hozzá a város vezetője. A megye legnagyobb szakképző intézményéről van szó, ezzel közel 1200 gyerek, több mint 100 pedagógus alkalmazott, tehát, és emiatt nagyon jó kapcsolatban. Hogyha elmegyünk egy tanév záróra, vagy elmegyünk egy ballagásra a DC-be, annak külön hangulata van. Nagyon jó, és a kamarával pedig hosszú és régóta a különböző szakmai versenyeken, ezeknek a szervezésében és szakmai együttműködésekben, egyeztetésében nagyon jó kapcsolat van. Nekünk azért fontos a DC, mert olyan osztályok vannak, amik a 60 környéki üzemet szolgálják ki szakember utánpótlással. És ebből eredően szinte biztosra lehet venni, hogy akik a DC-ben végeznek, el tudnak helyezkedni és találnak munkahelyet. Ez egy fontos a fiatalok számára. 60-ban a Pázsit út 1-11 szám alatti társasházakban az önkormányzati és a magántulajdonú lakások vegyesen találhatóak. Ebből kifolyólag sajnálatos módon a közelmúltban a társasház közösségeiből többen jelezték, hogy a lakóközösség egyes tagjainak magatartása sérti a közösségi normákat, továbbá a közös költségek megfizetésében is tetemes összeg halmozódott föl. A képviselőtestület a mai napon felhatalmazott arra, hogy végrehajtás indulás esetén is már most vannak ott végrehajtás alatt álló lakások. Ezeket az önkormányzat megvásárolja, azokat rendbe tegye, és hát ebbe az irányba tovább lépünk. A elmúlt időszakban is indultak ott végrehajtások, a közeljövőben is fognak indulni végrehajtások. Mi azt szeretnénk, ha egy szép virágos kertrész lenne ott. A polgármester hozzátette továbbá, hogy a város virágosítási programja is megkezdődött, melynek következtében a napokban több tízezer virág kerül ki a közterületekre. Az új 60-i MÁV kertészetnél pedig szépen haladnak a munkálatok.